Szia, szeretettel üdvözöllek, Villivok Árpád vagyok. A ma reggeli meetingen a Nyisztor Vili barátom egy nagyon érdekes dolgot mutatott, ugyanis egy ilyen pulzusmérő órát. És hát első ránézésre, vagy látásra csodálkoztam is, hogy most hogy jön ide egy pulzusmérő óra egy ilyen reggeli üzleti meetinghez. És hát aztán Vili elmondta, hogy hát ő ezt egy edzőtől kapta ajándékba. Ugye Vili foglalkozik ilyen fogyókúrás termékekkel is, és elmondta az edző neki, hogy tulajdonképpen nagyon fontos az, hogyha valaki fogyni akar, akkor és ugye sportol közben, hogy akkor a pulzus számát be kell állítani egy úgymond zsírögető fázisba. Tehát van egy alsó, meg egy felső határ, és hát igen, ezt már úgy el tudom fogadni, szóval nem csak el tudom fogadni, hanem ezt már nem volt ismeretlen számomra, hisz én is jártam, meg járok edzeni, használtam én is személyi edzőt, és tényleg mondta nekem is az edző, hogy ha akár ilyen kardió gépen edzek, hogy nem jó az se, ha túl alacsony a pulzus, meg az se, hogyha túl magas. Mert hogyha túl alacsony, akkor ugye tényleg nem ég a zsír, ha meg túl magas, akkor megint nem a zsírék, hanem akkor az izmok fognak fogyni, felhasználódni. Hát eddig minden szép és jó, de hogy jön még mindig ide ez az üzletépítéshez. És aztán ugye arról beszélt Vili, meg beszéltünk a továbbiakban, hogy tulajdonképpen az üzletépítésben is van egy ilyen motivációs értékhatár. Hogyha ugye az ember kevésbé motivált, akkor lehet, hogy nem fog haladni úgy, ahogy szeretné, vagy ahogy kitűzte magának. Meg ha túl magas ez a motiváció, akkor meg lehet, amiatt fog akadályokba ütközni, mert akkor ilyen túl izgálva lesz, túl rámenős akár, akkor mindenkit és minden áron be akar hozni az üzletbe, és gyerünk, és gyerünk, és csináljuk, és csináljuk, és akkor lehet, hogy épp ezzel el fogja ijeszteni az érdeklődőit. Tehát igen, tényleg fontos az, hogy az üzletépítésben, csapatépítésben legyen meg egy motivációs szint. És ezt érdemes beállítani arra, ami ugye neked kényelmes, ami tényleg előre visz. És ugye az elején, akinek már van tapasztalata az üzletépítésben, és akár vezető, tehát már van egy csapata, neki szerintem az a dolga, és én is erre törekszem, hogy az ő csapattársait is felhozni erre a motivációs szintre, vagy ha valaki nagyon magas, úgymond motivációs szinten van, amikor már tényleg túlzásba visz mindent, tehát átesik a ló másik felére, akkor őt meg így lehozni. Mert hogyha ugye akár interneten, vagy akár offline építjük az üzletet, és vegyük például azt, hogy ugye megszólítunk embereket, tehát az interneten is megszólítunk embereket, vagy offline is megszólítunk, hát én már nem csinálom offline, de van, akik még csinálják, én interneten, hát ott se szólítok meg, hanem ott ugye láthatóvá teszem magam, például ilyen videókkal, meg a weboldallal, és tehát akkor az emberek majd felmérik, hogy passzol-e az én motivációs szintem az ő úgymond elvárásukkal, és akarnak-e csatlakozni hozzám. És ez tényleg egy nagyon jó példa ez arra is, hogy ha az ember elmegy kocogni, hát nekem is megvan egy kényelmes tempom, szoktam én is járni néha kocogni fel kőhegyre, emelkedő lejtő, tehát nem aszfalton, hanem kint a terepen. És hát ez a kocogás lehet így hasonlítani az üzletépítéshez is, mert te kocogsz kényelmesen, és mondjuk jön melletted valaki, aki szeretne neked valami fontos dolgot közölni, vagy a tudtodra adni. Hogyha ő mondjuk túl gyorsan elhúz melletted, akkor nem fogod meghallani, nem fogod észrevenni. Ha meg ugye túl lassú, akkor meg te hagyod le, akkor megint csak nem fogod észrevenni. Tehát fontos az, hogy ha valamit közölni akarsz az emberekkel, akár interneten vagy offline, hogy az elején felvedd az ő tempóját.
Hogyha ő lassan kocog, akkor te is lassíts le az ő tempójára is, és kerülj úgymond egy szintre, akár egy rezgés szintre, vagy ilyen motivációs szintre, és amikor ugye ezt megtaláltad, akkor ő vevő a te üzletedre, vagy üzenetedre. És utána természetesen az a dolgot, hogy akkor felhozd őt is egy olyan szintre, már együttesen segítve, ahol ugye ő is tud haladni, tehát erre a megfelelő motivációs szintre. És ugyanez, ugye, aki valaki nagyon gyorsan szalad, tehát gyors a tempó, és végül őt is szeretnéd ugye úgymond megszólítani, vagy legalábbis tudtál adni az üzenetedet, akkor egy kis időre neked is fel kell kapcsolni, hogy ugye tudjál vele egy szinten lenni, egy tempóban lenni, és hogy ő is meghallja az üzenetedet, rá tudjon figyelni, és utána akkor őt is visszahozod arra a megfelelő szintre. Én viszont azt látom, hogy hála Istennek itt a mi csapatunk, akik most ugye itt építjük ebben a hármas stratégiában sokan termékes céget, akkor a Kairos például most elég sokan, hogy azért itt beálltunk mi egy, hát úgymond elég megfelelő, stabil motivációs szintre, mert mivel itt mindenki keres egy kis pénzt naponta, meg akkor is tényleg, hogyha nem épít csapatot, csak azzal, hogy bérbe adja a számítógép tárhelynek egy bizonyos részét, és ezért tényleg minden nap megjelenik egy bizonyos összeg a számláján, ez egy üzemanyag az emberek többségének, nekem is az mai napig. Mert akkor látják, hogy tényleg itt ez működik, és ezért érdemes talán egy kicsit többet tenni, hogy több üzemanyagot kapjon a motor. Tehát, hogy ráállt ez a csapat egy olyan motivációs szintre, ahol én azt látom szemben a korábbi üzletekhez, hogy itt nem kell külön motivációs tréningeket tartani, nem kell rugdosni, ráncigálni, húzni az embereket, itt elég gyorsan felzárkóznak az emberek erre a motivációra. Hát erre ugye tesszük azt, hogy minden reggel itt köszönhető a Vilinek, van ez a reggeli napindító üzleti meeting, heti kétszer-háromszor vannak azért tréningek, ugye technikai tréningek, start tréningek, akkor vannak heti kétszer online webináriumok, ahol ugye a vendégeknek mondják el tapasztalt vezetők, informatikusok, hogy mi ez. Tehát megvan egy egész heti körforgás, mint akár egy heti edzésprogram. Na hát, hogyha szeretnél többet megtudni, hát akkor nincs más dolgod, kattints ide a következő videóra, mint mondani szoktam, ingyen mindenkinek a rendelkezésére bocsátjuk ezeket a videókat. Hidd el, nagyon sok tanítás van benne, ha csak egy mondat is, ami esetleg megérint téged, mint ahogy engem is ma ez az egyetlen egy mondat érintett meg, legjobban több is, de ez az egy, hogy tényleg itt el kell érni egy úgymond zsírégető pulzust, ugye a sportnyelven, ahhoz, hogy a motivációd is egy megfelelő pulzus számba kerüljen, és akkor fog működni a csapat, fogsz te is haladni, el fogod tudni érni a céljaidat, ki fogsz tudni törni talán abból a mókus kerékből, amiben éppen vagy, feltéve, ha szeretnéd, de ha szeretnél felzárkozni hozzánk a mi tempónkhoz, akkor nézd tovább, barangolj, nézd meg több videót, és ha úgy gondolod, akkor regisztrálj. Úgyhogy várlak szeretettel a következő videóban, addig is szép napot, szia!